Elméletileg remélem, hogy újraindult a stream, és hallotok engem, remélem, hogy most már működni fog. Nagyon örülnék neki, hogyha végre működne. Persze. Halihó, reméljük, hogy működni fog a stream, és küld értesítést, hogy valami történik. Visszalépek a játékba, hát ha jó lesz és nem pattog. Hát értesítőt nem kaptam. Még arról sem, hogy menne a live. Ha van itt valaki, légy szíves, reagáljatok, hogy jó, de mindjárt letesztelem én is. 3, 4, 5, 6, 7. Úgy hallom, nem pattog, doboz hangom lesz, de ez az egy megoldás van a pattogás ellen jelenleg. Kérlek, osszátok, mert meg kellene nézni, hogy működik-e. Vagy írjatok. Sziasztok, újraindítottam más beállításokkal, léci, gyertek és reagáljatok rá, hogy jó-e a hang, pattog-e még, vagy nem. Várlak titeket újra. Osszátok, léci, Instastory-ba, hogy újra kezdtük. Köszi. Csak látnák egy csetet. Most jó, elméletileg talán jó. Mindjárt kezdünk. Nem lesz 10 perc. Wow, jött a lány és csókokat nyomott rám. Király, hogy hisz a mesékben, még néhány király lány. Király.
szétnéz, mátyás király urunk, mennybe szálas, érettebb napke siránkozunk. Igazság már az időtől nincs. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Szümeim merengének télen, szép Dunán hömpölygő olaj tengerében, seltűnődék, hová lőn az jég. Bécsnek büszke várá, azért ostromolánk, mert az Óberencen túl tejet olcsóban találánk. Szent igazság, hová lendél? Most lőn csak hang. Na itt vagyok, nézzük újra. Átállítottam most a webkamerának, egy kicsit dobozosabb hangja van, viszont remélhetőleg nem szabadna, hogy pattogjon, amikor itt vagyunk a játékba. Írjátok meg, hogy sikerült-e javítani a szitum, vagy nem. Pattog most is, ne csináljátok. Vagy mire írtad, Bogi, hogy nem működik? Pattog? Hát már nem tudok mit állítani, mindent átálligattam. Most mondtam el, hogy miért, de kapsz egy ideiglenes ilyen, amikor ne haragudj, de amit művelsz a cseten, az már idegesítő. Hát így a saját hangom igen, de a játék hangja elvileg jobb lesz, és nem pattog. Oké, és rendben, persze. Jobb lett így, és mindenkitől, bocsi, csak nagyon ingerült voltam olyan szempontból. Nem vagyok jó, maradjál! Tehát, hogy ideges voltam olyan szempontból, hogy semmi nem sikerült eddig. Tehát most jó, most már tényleg nem tudok eligazodni, mert megint mindenki mást ír, de most nyugodtan türelmes leszek. Daniel, Senki lánya, Jennifer Starbuck, Bogi, Józsi Bálint, Yellow Tree, Johanna Esze, szóval valaki írjatok, hogy pattog-e vagy jó-e, mert tényleg nem hiszem el, hogy nem tudunk választ kapni. Nem tudom hátrébb rakni, mert a mikrofon a webkamerában van, nincs külön mikrofon, gyerekek. Bele van építve a webkamerába, azt tudom, hogy lejjebb veszem a mikrofon hangját. Na, most lejjebb vettem, nézzük így. Beállítjuk, lejjebb vettem. Lejjebb vettem. Most jó. Lejjebb vettem a mikrofon, tehát ha mondjuk ilyen jelenet van, hogy megijedek, akkor nem szakad szét a dobhártyátok. Anno a Crash Bandicootnál kellett így játszani, mert ott is pattogott a belső rész. De így ennél többet nem tudok egyelőre csinálni. Csengetjű, szia, szia, na most jó. Did you know the motto of Detroit is, we hope for better things? Van jodásfilter, igen, igen. Egy ember írja, hogy pattog, Johanna, akkor dugd be a fülest, meg húz ki, nem tudok mit mondani. Játszhatjuk ezt, hogy ezt várom, hogy valaki reagáljon normálisan. De mindjárt feladom a hangot. Figyelj, a horrorjátékoknál se írtuk ki, hogy plusz 18, ha nem szexelnek benne, akkor nem írom ki. Be van jelölve, hogy nem gyerekeknek készült. Mert bocsánat, de akkor a Dead by Daylight, a FNAF és semmi se olyan játék. A Life is Strange-ba beleírtam a plusz 16-ot az egyik részhez. Mindegy, roncsuk le, mindegy, mindjárt abba hagyom az egészet, nem lesz live. Jó, beleírhatom, hogy plusz 18, akkor még több kicsi rá fog klikkelni, ezt most megmondom. Ha én beleírom, hogy plusz 18, akkor az összes kicsi rá fog klikkelni. Adunk egy plusz 16-ot. I'm here for you. Tehát azért mondom, hogy már bocsánat, de hogyha nem szexelni fog a nővel, akkor nem plusz 18.
Ne izgulj, Hanna, már az előző live nem mondtam, hogy minden jó lesz, de akkor most így jó a hang, vagy ne kezdjük el, vagy elkezdjük. Mert már tényleg ott tartok, hogy nem tudom, kiugrok az ablakon. Jó a hang, jó, nagyon remélem. Oké. Akkor nagy nehezen egy óra csúszással, de csak elkezdjük. És köszi a türelmet. Csak tényleg, nem is értettem, hogy miért volt ez. Így van. Ezt valaki, ha megcsinálja, videózza fel, hogy itt dobálja át a pénzt az egyik kezéből a másikba. Közvetítő kiszállt, ismétlem, a közvetítő kiszállt! Igen, babám, ugye ezt mi leteszteltük, na nézzük. Tehát ugye itt eljövünk. Meg tudjuk fogni a képet. Az a lényeg, hogy a tárgyakat itt is jó, hogyha memorizáljuk és megnézzük. Philips John született 1999. Itt a felesége és a kislánya Emma és Caroline. Letesszük a képet vissza. És mindenkinek jó szórakozás, és köszönöm tényleg, hogy mondom, leteszed a képet. Rendben, itt felvesszük a halacskát, előbb eddig eljutottunk. Kérek, könyörgöm, mentsék meg a kislányomat. Mindjárt megmentem a kislányod, én szuperhős vagyok. Egy androidot küld oda? Rendben, hölgyem, indulnunk kell. Már megkülönböztetnek minket, mert android vagyunk. És ezek után mentsen meg a kislányod? Nyilván nem hagyom, hogy a kislányok baja essen. Itt a törpe gurámi, és megmentjük a halakat. Próbálunk pozitívan dönteni, legalábbis úgy, hogy én hogy döntenék. Gyönyörű akváriumba visszatettük. És akkor induljunk. Keresd meg Ellen századost, rendben van. Itt most mutatja nekünk, hogy ha lenyomjuk ezt a kis gombot, akkor segít, hogy éppen mit kell megtalálnunk. Mindenkit üdvözlök és jó szórakozást kívánok. Ó, de cuki szoba, itt nem is voltunk, mikor Janával benéztünk. Előbb beszélj Ellen századossal. Jó, hát akkor ezért nem voltunk. Akkor céltudatosan megyünk Ellen századoshoz, aki ott van. Hello Ellen! Te vagy az? Ellen százados, Connor vagyok. Én vagyok a CyberLife által küldött valaki. Ez az idén mindenre rána. Ő se veszett amúgy komolyan. Két embert eltalált, a gyerekjáték lenne leszedni, de pont ezért nem akarja. Android lezuhan. Kislány is leesik. Érzelmi sok. Érte mostanában érzelmi sok hatás? Nem figyel! Információkra van szükségem a legjobb nézőpont kiválasztásához. Deviáns neve. Ide figyelj. Csak az számít, hogy megmentsük a gyereket. Úgyhogy ha kezdesz most valamit, vagy én fogok. Hát, nem volt segítőkész, mondjuk úgy. Értelmezd a történteket. Na, elemezzük. Az biztos, hogy pisztolyt használnak. Elemezzük a nyomokat. Adatokat dolgozzuk fel. Oké, ez a pisztoly. És itt még mi az, amit le tudok elemezni? Hogy ez egy aktatáskában van? Nagyon más? Nem, nem? Hát innen hiányzik a töltényes szusz. Ott a töltény a földön. Várjál. Aha, hogy 355-ös töltényel lőtt, akkor ebből rekonstrukció. Ilyen nyomozók vagyunk egyébként, így kb. LTRT. Rendben, használjuk is.
Tehát az lehetett, hogy ő itt ezt innen leszette föntről. Nézzük csak. A deviáns elvette az apa fegyverét. Aha, tehát hogy bentről lopta ki a fegyvert konkrétan. És ez történt. Jó. Fényderítünk mi itt az esetre, nem kell aggódni. 51%-ra növeltük az esélyt, hogy megmentsük. Mit írtál nekem? Túsz megmentése minden áron, keresd meg a túszt, értelmezd a történteket, rendben. Vizsgálódunk. Elemzünk. Őt lelőtték, nem is egy lövést kapott, hanem többet. Elemző nyomok. Na nézzük akkor szegény halott bácsit. Aha, itt meglőtték, egyértelműen. Hova kaptad a többi lövést, te szegény? Vérzés alsó tüdőlebenybe, júj szegényke. Üdvözlök közben mindenkit. Ez kettő. Na hol volt még harmadik nyom? Júj a személynél! Elhunyt Phillips Johnnak hívták az elhunytat, rendben van. És elméletileg még valahol van egy nyom rajta. Negyedik nyom. Viszont nem akarom túlhúzni, úgyhogy három nyommal is sokára el fogunk jutni szerintem. Ez így teljesen jó. Itt a következő, amit ki kell elemezni. Szolgálatban lévő rendőrtiszt. A rendőrtiszt bácsinak is lett valami az arcánál. Megnézzük, hogy hogy hívták. Descartes Anthony rendőrtiszt. 77 kiló volt. Ez egy fontos információ. Őt is ugyanazzal a lövedékkel lőtték meg. Tehát egyértelműen egy pisztolya van. És akkor... fegyverlövés maradványai maradtak. Oké. Ezzel már rekonstrukciózunk, ami azt jelenti, hogy visszanézzük, hogy mi történhetett. Tehát gyakorlatilag itt állt a bácsi, megkapta a lövést, és innen indult el hátulról. Tehát, hogy így jövünk. És itt meglőtték, és így elesett. Teljesen jó. Üdvözlök közben mindenkit! A kis csíkok nem hiába vannak, köszönöm, szívelmesen mindjárt ránézünk a kis csíkokra. Melyik kis csíkokra gondolsz? Hát ezeket már rekonstruáltuk, de valami még nem stimmel, meglátjuk, hogy hogy leszek én itt jó nyomozó. Tehát ebből a pulszból onnan kapta, aha! A túsz végignézte a lövöldözést, tehát a gyereknek lehet enyhe mentális sérülése. És a túsz... a rendőr megölte a deviáns, és ezt végignézte, igen, visszatekerjük teljesen az első situationig. Akkor itt pedig azt fogjuk látni, hogy hogy reagált rá a kislány talán. Vagy egyelőre itt nem... ott van, várjál, ott van! A fegyver megtalálva, ott a fegyver lent. Nagyon jó. Tehát a rendőrt, amikor megölték, elejtette a fegyvert. És ott a fegyver, amit mi felveszünk. Úgy. Vedd fel. Szereztünk egy fegyvert. Köszönöm közben a Dark Banana Swordnak, hogy megosztotta, hogy megy a live. Tegyetek ti is így. Fogjuk meg. Eltettük a fegyvert, ezt is gyorsan megnézzük. Ajaj, volt közben egy lövés, úgyhogy koncentráljunk. Ott van még valami. Ez a gyereknek a cipője, gyerek méretű cipő. Túsz megsebesülhetett, az nem jó, nagyon nem jó. 61%-ot sikeres lesz az akció. Ugye azért kell mindent felderíteni, kék vér, ez az android vére lesz.
Igen, friss kék vér. Tehát megsérült az android csávó is, aki lőtt. És akkor mindjárt jön a túsz párbeszéd. Lehet készíteni magunkat. Helyünkön vagyunk, készen állunk, le ne pufancsátok. Hoppá! Túsz megtalálva. Ne gyere közelebb, különben ugrom. Ne kérlek, ne könyörgöm. Egyből egy drámával indítunk, srácok. Remélem sikerül megmenteni a kis csajt. Connor vagyok. Mi a helyzet veled? Hogy hívnak? Daniel. Ezt a nevet kaptam tőlük. Ajaj, romlott az esély. Nyerd meg a deviáns bizalmát. Nyugodtak maradjunk. Együttérzők. Legyünk együttérzők. Én is android vagyok. Akár csak te. Mégis mi számít annak, őket szolgálod? Megpróbálunk jó döntéseket hozni. Ó, ott már vízben van valaki. Na, van nálad fegyver? Igazat mondunk. Igen. Igen, van nálam fegyver, dobd el. Csak semmi hirtelen mozdulat, különben lövök. Eldobjuk a fegyvert. Ezzel növeltük az esélyét, hogy túléli. Legyünk rokonszenvesek, B. Figyelj! Tudom, hogy nem a te hibád. Ezek az érzések, amelyeket érzel, csak hibák a szoftveredbe. Lassan odalopózunk. Én nem ezt akartam. Szerettem őket. De semmit nem jelentettem neki. Csak egy rabszolga voltam, akit kihasználtak. Beszélj a túszhoz. Rendben vagy, Emma? Nem akar meghalni. Senki nem fog meghalni. Nyugodj meg, minden rendben lesz. Realisták legyünk. Nincs kiút, Daniel. Túlsúlyos dolgot tettél, az egyetlen kérdés, hogy kihoz lesz a még egy ártatlan életet. Te kezedben nincs semmi. A kislánynak is vége. Ne! Megmentem! Nagyon remélem. Jesus! I can't stand that noise anymore! Mondd meg a helikopternek, hogy tűnjön innen. Oké. Okay. De én azt nyomtam, hogy megmondom. Utolsó esély. Utolsó lehetőséged, Daniel. Ha elmulasztod, akkor meg fognak ölni. Hát ez nem volt jó ötlet. 50-50%, 49%-on vagyok. Azt akarom, hogy mindenki tudja, egy autót is kérek. Megadjuk. Amint kijutok a városba, elengedem a kislányt. Kompromisszum! Ez lehetetlen, Daniel. De ez nem jó! Engedd el a lányt, megígérem, hogy nem esik bántódásod. 55% nagyon jó. Nem akarok meghalni. Nyugtassuk meg, nem fogsz meghalni, csak beszélni fogunk. Szépen csúszik fölfele a százalék. Egész életemben csak engedelmeskedtem. Tedd le a lányt! De most az én kezemben van a döntés. Sikeres. Tényleg ezer vége lehet? Hát hiszen a túlélet a kislányt, és csak fejbe lőtték a csávót. Akkor valamit nem úgy csináltam, mint amikor itt volt velem, Jana.
Hát jó, belekezdtünk a játékba. Erős kezdés, igen. És akkor üdvözöllek titeket a játékba. Ez a jelenet a folyamat tárba, itt megtekintheted, milyen úton jártál, milyen utak várnak felfedezésre, miket oldottál meg, minden csomópontért pontokat kapsz, extrákban küldhetsz el a játék, jellege miatt néhány csomópont befejezés nem számít folyamat táblára teljesítésébe. Azt a mindenit! Nagyon recseg, eddig azt írtátok, hogy nem recseged, hát most át van állítva ugye a webkamerára. Még vegyem lejjebb akkor a webkamera hangot. Lejjebb váltam a saját mikrofonom, de akkor meg kétlem, hogy jobb lesz nektek sokkal. Csak rossz, hogy az egész lejjebből kell, hogy álljon, hogy állígatom a hangot. Most jobb lett egy kicsit? Most nézek, mert ugye a játék közben nem nagyon tudok reagálni, de ilyen megállásoknál reagálok arra, amiket írtatok. Úgyhogy üdvözlök mindenkit! Ne spoilerezzen senki, igen, ez fontos. Ismét egy Daniel, minden ilyen döntés alapú játékban van Daniel, igen. Ja, hát amikor üvöltök, igen, mivel hogy egy webkamerának a szar mikrofonja van, és nem a rendes mikrofon. Az recsegni is fog. Szia, Hanna! Sziasztok, szombaton felvétezizek, ne férjetek, Mirtil, menni fog minden. Oldíts, már akkor lehet hallani. Hát de most komolyan. Mi? Hát ez recsegni fog, mivel hogy webkamera mikrofon, srácok. Tehát, hogy itt a jó mikrofonom, de ezzel meg a játék recseg. Tehát, hogy vagy nem ordíthatok, mint ahogy a Crash-be is recsegett, amikor... Igen, hát lemaradtatok te az elejéről, azért csúsztunk egy órát a játékkal, mert akkor meg pattog a játék hang, és akkor meg élvezhetetlen. Tehát, hogy vagy nem ordítok, és normálisan itt beszélve fogom csinálni a dolgokat. A Crash-nél is, mikor rage-eltem, úgy beizélt a mikrofon, mint a szar, de így tudok játszani maximum. Mindenkinek nagyon sok sikert. Itt van még jön, mert mintha közben azt láttam volna, hogy elment, pedig meg akartam kérdezni, hogy mit szól ehhez, hogy tök más lett az eredmény. Szerintem meg inkább ne a játék pattogjon, Zsófi, ne viccelj, az élvezhetetlenebb, mert olyankor megakad, és mondjuk azt mondom, hogy kiskutya ugrik a fűbe, és annyit hallasz belőle, hogy kis fűbe. Tehát akkor nem hallod a szótagokat, gyerekek. Nem, valamit valamiért. De mindjárt megnézem, hogy mennyire rossz. Sima doboz hangja van, nem rossz. Nem tudom, hogy mit izéltek. Már bocsánat. Babám, ellenőrizd a hangot, mert megint kezdték, hogy megint rossz. És nem akarok senki ellen veszekedni, ezt én egy tök pozitív, jó live-nak terveztem, de olyan hangulat születik amiatt, hogy nem perfekt minőségben megy minden, hogy komolyan elmegy a kedvem az egész live-olástól. Nem csak ettől a játéktól, úgy mindentől. Mert nem rajtam áll, ez most már csak egy szar webkamerás mikrofon. Ez nem fog, nem fog tisztább lenni. Én meghallgattam, nekem rendesen érthető, amit mondok, doboz hangja van, és nem is értem, hogy miért izélnek érte. Tehát, hogy lejjebb tekerhetem még lejjebb a mikrofon, de akkor meg nem fogtok engem hallani a játék zenéje miatt. Akkor meg akik írták, hogy nem jó, sajnálom, akkor ne nézz, tényleg nem tudok mit mondani. Na, babám, az történt, hogy nem az lett a vége, hanem a Connor leugrott a csávóval, magával rántott, és meghaltam egyből. Tehát, hogy veled azért túléltük, és csak lelőtték a csávót, úgyhogy... Érdekes kezdés volt, maradjunk annyiba. Jó, folytassuk. Csak tényleg akkor arra szeretnék mindenkit kérni, hogy jelezzétek, ha valami nagyon nagy baj van. Amikor üvöltök, tudom, hogy rossz a hang, mert a Crash-nél és a Rage-nél nem lehetett érteni, ha üvöltök. De akkor próbálok, nehéz, mert érzelmeket ki akarok adni. Most igazából itt boltban nézegetnek minket, annyit elárulok. Ezt most nyugodtan olvassátok, ami ott van a képernyőn. Most nem olvasom fel, most konkrétan csak egy boltban vagyunk. Honey, it looks amazing.
És a Dark Bananas Swarm megosztotta, hogy megy a live, tegyetek ti is így, mert most nem küldött értesítőt, stb. Stb. Meg kicsit dobjuk már fel a hangulatom. Bocsánat, hogy ennyire önző vagyok, de annyira szar napom van eddig, és még ez se jön össze, és akkor így se tudok semmit csinálni. Hát ez az, nem voltál itt az NCIS tapasztalatod, de a szerelmem egyből meghatom. Itt csak szét tudunk nézni a boltba gyakorlatilag, ugye itt árulják az androidokat, mert gyakorlatilag mi robotok vagyunk. Igen, az nagyon sok idő lenne, úgyhogy ezt úgy nem is csinálnám meg. Jól tönkre ment, elütötte a kocsi az előző androidukat. Anyway, it's as good as new now, except that we had to reset it. Most viszont olyan, mintha oké. Kitörlik a memóriát, és akkor kezdhetjük is. Okay. Menni fog a felvételi, ne aggódjatok, tényleg. AX400, register your name. Alexander, elég fura a kérdésed, azért, mert csak úgy tudsz nyerni nálunk. Hogyha nem akarsz nyerni, nem kell nyilvánosan feliratkozni. Azért, mert legalább akkor kötöm valamihez, hogy nem random olyan valaki nyeri, aki nem vállalja fel saját magát se. Na, nézzük ezt a gyönyörű tájat. Most női android leszünk. Igen, köszönöm, Alice. Beleírtam végül is a 16-ost. Kis nyugis. Zene és pillanatképek a városból. De ilyet se írjál, hogy milyen lesz az a rész, Jagami Light. Igen, és ezt már ezerszer elmondtuk, kapsz egy ideiglenes. Nem bántásból, de nem egy ilyen játéknál spoilereztél hangulatot, és csomó szó kértük. Mert ha most először kértem volna, de az összes ilyen végigjátszósba vagy hangulatot, vagy az, hogy jumpscare, mindent beírkáltál, és a következőnél bármennyire régóta mongufta vagy, letiltjuk a csatornád, ne haragudj. Mert ez már vagy a 10.-12. felszólítás idén. Olyan, mint a Calvin tér. Nekem a Blaha jutott eszembe róla. Tényleg gyönyörű. És akkor kezdjük el. Amúgy ha belegondoltok, hogy 2038, 18 év múlva játszódik, hát ha ilyen lesz 18 év múlva a világ, nagyon durva lesz. Szia, Adél, elég egyszer beírni. Rendben van, Chris. Oda ment az apukájához. Menj fel a festékboltba, ezt néztük meg próba live-ba, akik ott voltak, azok láthatták itt egy ilyen kis könyv. Ilyen könyveket kell gyűjtögetni, és ezt majd az extra részben megnézegetjük valamikor, akár a részek végén. Green Earth. Milyen menő könyv már, nem? Hogy csak így rákattintasz, és úgy jön át a dolog. El is mentek mellőlem. Ott éppen gerebjéznek. Itt egy szomorú valaki. Játszanak a gyerekek, futóbácsi. Okay, meg kell várni, amíg zöld lesz, a piroson nem szabad átmenni, elbuk, és tényleg. Jó, hát mondanám, hogy jól vagyok, de hazudnék. Tehát, hogy konkrétan nagyon rossz napom volt, nagyon rosszat is álmodtam. Nem sikerült megcsinálni két videót, amit terveztem, elaludtam, nem ébredtem fel időbe, nem működött a mikrofon, szarakodott a live, tehát hogy eddig konkrétan katasztrófa ez a nap, és azért is aggódtam, hogy akkor abba kell hagyni ezt a mai egész live-ot, mert semmi nem jött össze. Most az, hogy itt vagytok, én annak nagyon örülök, de hogy tényleg minden nagyon rosszul sikerült ma.
festékboltba kell elmenni. Ami a cím, azért nem kell zseninek lenni. Mindig beleírom a címbe a játékot. Elriasztom a vevőit, már megint rasszisták. Nagyon ideges ott a bácsi. Tényleg kicsit próbáljunk felnőttebbek lenni. Tudom, hogy még sokan gyerekek vagytok, de elsőnek olvassatok, ezerszer hangsúlyoztuk már. Itt a festékbolt. Amúgy nem ilyen könnyen találnám meg a festékboltot, hanem ugye ezt megnéztük próbaként. Szeretnék bemenni. Na, nyisd ki. Modig kitartás, én próbálok a játékra koncentrálni, mert itt nem tudok. Ez a játék, ahol nem tudok csetet nézni végig. Majd amikor szünetek lesznek. Csatlakozzunk. Ma a játékélményt nem akarom lerontani. Tehát ez milyen már, hogy csak oda teszed a kezed és tudja a rendelésed. Here is your order number 847. That will be $63.99. Please confirm payment. És a fizetés megerősítése az annyi, hogy itt a kis karika kifizette. Tehát így menne a banki fizetés, vagy szupercsat, szupermatrica, vagy a tagság, mennyivel könnyebb lenne, hogy nem kell megnyomni a kis dollárjelet, nem kell nem kell leokézni meg minden, hanem csak így gondolnál rá és kifizeted. Mennyivel jobb lenne már. Ez nekem is érdekes világ lenne, Csenge. De gondolj bele, kipihented magad, itt vagyunk, működik a játék. Hát próbálok, csak semmi nem úgy sikerült ma, ahogy szerettem volna. De vannak ilyen napok, tudom. Nem kérek sokat. Használd az RB gombot. Igen, hogy így lássunk. Az a baj, hogy akkor is földön futó lennél, mert mindenre gondolsz, hogy meg akarod menni. Jaj, ne! Itt pedig tüntetés van. Hoppá! Zajlik egy tüntetés az androidok ellen, mert hogy elveszik a munkájukat. Hova a rákba mész, bádog ember? Ne viselkedjünk itt soha. Most komolyan, nézzétek meg, belénk köt a fényes nappal. Nézzétek csak ezt a szalcsimbókat, elveszi a munkát és lábra se tud állni. Dehogy nem tud lábra állni. Gonosz emberek. Akkor is felállok. Olyan érzésem van, mint amikor a Life is Strange-ben Daniel volt a templomba. Nem mész ki sehová, most megtanítjuk neked, mi a rend. És jön a rendőr barátunk szerencsére. A rend büszke őre. Na, ha már pénzbírság van, akkor egyből nem szedik szét. De azért ez nagyon rossz dolog, hogy így, még a jövőben is azt gondolják, hogy ugyanilyen rasszisták maradnak az emberek, ami nem jó dolog egyébként sem. Mehetünk tovább. Köszönjük, rendőr bácsi. Ja igen, a feladat az pedig, hogy a busszal meg kell találni a busz megállót. És akkor itt a busz megálló. Azért ez a busz amúgy feelinges. Tehát milyen menő busz? Egy ilyet azért adnék Budapestre. Csak az a kérdés, hogy ezen csak androidok utaznak? Tehát igen, végül is külön utaznak akkor az androidok meg az emberek ezek szerint. Ez olyan volt, mint a Mátyás templom. Felvettük végül a csomagot, azt hiszem igen. Szia, Lili!
Nem késtél sokat, már egy órát elszarakodtunk a beállításokkal. Mert hogy végig recsegett, hosszú sztori, majd visszaolvasod. Úgyhogy igazából még csak ez a második pálya rész volt. A parkban felszálltunk a buszra, lehetett volna tök más dolog is, hogyha másfelé megyünk. Ez a jó ebben a játékban, na, és ilyenkor tudok srácok olvasni. Tehát azt szeretném, hogy a történetet értsük, átérezzük, ezért csak az ilyen megállásokba tudok csetre nézni, de azért vannak a moderátoraim, hogy segítsenek nektek, ha bármi felmerül közbe. Nem szeretne ilyen világba érni csengettyű, és senki lenni, és írja, hogy gondolj bele, hogy kipihentem magam, igen, igen, ezt olvastam. Elég minden tényleg egyszer leírni, amúgy valós probléma, gondoljatok csak bele az önkiszolgáló kasszákba, és tényleg. Annyira nem számomra nem lenne jó, főleg, hogy mikor csak böngész, és akkor is csak gondolkodom, hogy de jó lenne még enni, és már gondolatban kifizetném, egy hét alatt elfogyna az összes pénzem. Viktória, ezt nagyon adom. Csak kérdezz nyugodtan, és ha tudnél, válaszol. Így van, ilyenkor válaszolok, tehát hogy ilyenkor semmi gond nincs. Szia, Liva Pipa! Milyen volt a napotok? Nekem borzalmasan rossz, Lili, de most már reméljük, hogy jobb lesz. És ha jól érzed magad, akkor majd ne felejtsd dobni egy lájkot. És megyünk tovább, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog. Rezgettem akar, hallod? Ezt szerintem ti is hallottátok. Na ugye ő hazaviszi a női androidot. Oké. Oké, szia Ági. Na megérkeztünk, kiszállt a gazdánk. Úgy érzem magam, mint a Star Wars-ban Street-Streepio, vagy nem tudom. Nyissuk ki az ajtót. De amúgy nagyon-nagyon élethű. Tehát ez már majdnem olyan grafika, mint hogyha valós emberekkel játszanál. Menj Toddhoz. You coming? Jövök, mielőtt ideges leszel, kedves Todd. Todd a járást, én nem tudom. Amúgy úgy nézünk ki, mint egy pincérnő. Nem tudom. Két hete nem voltam itt, úgyhogy feje tetejére állt minden. Te csinálod a házi munkát, mosol, főzöl és vigyázol a... Francba, hol van a kis vakas? Kutyája lesz? Alice! 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 Hát itt vagy. Ja nem, kislánya! Te vigyázol rá, ellenőrzed a leckéjét, fürdeted meg mindent. Világos? Igen, Todd. Idelen kezded, aztán fent folytatod. Hát befogtak minket dolgozni. Érdekes világ lesz ez, ha ilyen lesz. Sürgős feladatok, szemét összegyűjtés, mosatlan edények, porszívó, és ellenőrzzük a hátsó kertet. Konkrétan összes házi munkát én csinálom meg. Hát jó. Konyha kitakarítás. Ott van valami szemét. Ja. Maybe. Depends on what you need. Attól függ, mi kéne. Konyhapult megtisztítása. Na várjál, meg kéne tisztítani a konyhapultot. Csak hogyan? Yeah. Jó, vigyük ki a szemetet, vagy nem tudom. Még egyelőre nem világos, hogy miután hogyan csinálom a dolgokat. Ó, itt is összeszedjük a szemetet, van bőven szemét. Szia, Mufi! Közben ezt folyaszemmel láttam, hogy megjöttél. Mindenkit üdvözlök közben. A kislány nehogy féljen tőlem. Nagyon-nagyon depis szegény kicsi lány. TV on. TV bekapcs. Ja, így kapcsol be a TV, elnézést kérek, hát. Igen, menjünk ki az ajtón. Vagy nem tudunk kimenni az ajtón, az miért van? Ja, hogy hátulról megyünk, gondolom. Akkor. Hogy vigyem ki, ha nem tudok az ajtón kimenni?
Hát akkor csináljuk addig a többi feladatot is. Konyha takarítva, konyhapult tisztítás hiányzik. Meg még itt van, várja, még itt is van egy szemét. Valami vokot evett valószínűleg. A tányért miért dobott ki? Kidobtuk a tányért is? Így lett teljesítve, értem. És a zsákot viszem ki, hát teljesen logikus, jó. Vidd ki a szemetet, rendben. Takarító üzemmódba kezdtünk, mint a house flippereznénk. Így szépen, kis csillesen, aztán elégedett legyen velünk az új gazdánk. Jó, szemét kidobva. Büszke vagyok magamra. Nem bírok visszamenni. Menj már vissza. Pedig nyomom. Hallod? Nyisd már ki. Tű. Jó. Mert konkrétan tekergetni kell. Mi a franc szemét kidobva? Tégy jelentést odnak. Szia Todd. Befejeztem a szemét kivitelt. I've made a good start down here. I'll head upstairs. Do what you have to do, but stop bothering me. Nagyon paraszt főnökünk van. De amúgy meg nem is csináltam meg minden, nem takarítottam le a konyhapultot. Hát vagy akkor az már kit zavar. Megyünk a felső szintre takarítani. Jézusom, mennyi mindent kell csinálni, most ez komoly, vesd be az ágyat, meg minden. Sportolvasó dolga van. Jó, nem fogunk sportkönyvet. Igen, nagyon lehangolt, hát látszik, hogy nincs itt egy asszony, aki rendet rakna. Van gitárja, nagyon király. Mert tartom, hogy mi férfiak nem tudunk olyan szép rendet tartani, mint az asszonykák. Rendrakás. Na mit veszünk ott észre? Új. Mit láttál te lány? Soha nem tudjuk meg. Vesd meg az ágyat, rendetlenség megszüntetése, szoba kiszellőztetése. Jó. Szellőztetünk. Túl realisztikus eddig a játék. Tessék, jöjjön be a friss levegő. Mondjuk lehet, hogy nem jó, hogy bekapcsoltuk a tévét. Belenéztünk egy pillanatra a tévébe. Chips! Nagyon jó. Úristen, milyen rendetlenség van. Tényleg itt 3 hete nem takarítottak. Na azért ilyen rendetlenséget nem szoktam hagyni magam után. Csak mondjuk 1 hét után, de olyan meg ritka. Úgy látjuk, zeneszerető az úriember, ha minden igaz. Vesd meg az ágyat. Ki az, aki szereti bevetni az ágyát? Én nekem az egyik legutáltabb házi munkáim közé tartozik az ágynak a berakása. Nem tudom miért. Oké, ott a kicsi lány, mindjárt megcsináljuk a te szobád is. Ujjaj!
Viselkedés zavarok kockázata, antidepresszáns szer, és ott a pisztoly is, bakker. Eléggé veszélyes helyzetbe kerültünk szerintem. Itt kész vagyunk. Nézd a parasztot! Ellökött. Jövök, pisilek. Vagy... Ja nem, kitisztítottam a WC-t, jó. Mondjuk a robot nem pisil, vagy olajat pisil. Ez egy jó kérdés. Takaríts ki a fürdőszobát, üvegek elrendezése, szennyes ruha elrakása. Hát tudom, hogy ez a legrövidebb, de majd mondtam, amikor átállás van, elolvasok minden kommentet amúgy. Oké, padló felmosás. Na azt is utálom! A padlót felmosni. De sepregetni jobban utálok, mint padlót felmosni. Oda nézzél, milyen szépen suvickolok. Senki nem suvickol így. Mongufták közül. Ki az, aki szeret takarítani amúgy, addig írjátok meg a csetre. Mert például Jana szeret. Mert ő nem szereti a rendetlenséget, és ő nagyon szereti, hogyha rend van. Nagyon jó, választható feladatokat megcsináltuk, akkor még a lánynak a szobája maradt. Így utoljára. Nézd csak. Igen. Reméljük, hogy ő kedves lesz. Nagyon fél tőlünk. Csak egy kicsit rendbe akarom rakni a szobát. Csak 2 perc rendben, Alice. De jó bunkered van, én ilyen kedves mondatokat mondanék. De szépet rajzoltál, még ha nem is. Alice csoda országban. Igen. Of course. Hát persze. Barátkozzunk össze a kicsi lánnyal, hát ha az nekünk egy jó pont. Aranyos. Itt mit kell rendet rakni? Ja igen, szellőztetünk egy kicsit, de meg ne fázzon. Először szellőztetünk, mert utána, hogyha megvetjük az ágyat, addig is legalább szellőztet, úgy vagyok vele, mit szóltok? Vessük meg az ágyát. Látjátok? Lehet, hogy kezd kicsit bennünk bízni. Igen, a Beyond Two Souls sokat segített. Tehát, hogy azért az kellett előzmény játéknak. Letérdelek, szia! Legyünk barátságosok! Biztos vagyok benne, hogy barátok voltunk, mielőtt megismertünk, talán újra barátok lehetünk. Édesapád azt mondta, te választottad ki a nevemet. Kara, ez tetszik. Miért pont ezt választottad? Mesélj magadról. Mit szeret csinálni, hova szoktál menni, mik a kedvenc ételeid. Elég sokat segítenél nekem. Nagyon csendben vagy. Remélem nem félsz tőlem. Hát nem akar velünk összebarátkozni! Ó, azt hittem, mit adott nekünk? Mit adott? Azt hittem megölel. Kaptunk egy kulcsot. Kérek egy kulcsot a szívet. Ez más. Milyen kulcsot kaptam? A ládához? A kincses ládájába benézhetek? Azt a mindenit. Egy lóhere. Mármint 4 levelű. Egy családi fénykép. Rajzok. Fanartok, gyerekek. Emlékek, igen. Ó, egy sír.
apukája, ő is rossz kedvű mindenképpen, látjátok? Itt veszekedett az apukája az előző robottal, és ezért szomorú a kislány. Ó, széttörte apukája az előző robotot, aztán húzzunk innen, srácok. Ujjjjjj. Lehet, hogy figyelmeztetésképpen mutatta meg a kislány, Alice. Én innen szeretnék elmenni... Mit nézek meg? Semmit. Menjél ki innen gyorsan. Másik irány. Még nem ismerem ki magam. De arra nincsen út. Itt mi volt? Ez volt a WC? Nem tudom. Hát igen, legalább jelezte, hogy baj van. What are you doing? Mit csinálsz? Csak játszom. Tudom, mi jár a fejedben. Nem tudod. Azt gondolod, hogy apád egy senki. Huh? Mi? Fucking loser. Egy ostoba loser. Can't get a job. Nincs munkája, a családja sem nem tudja eltartani. Don't you think I tried to make things work? Lelki problémái vannak az apukának, és kivetíti a gyerekre sajnos. You hate me. You hate me, don't you? Say it! You hate me! Szegény gyerek. És az a durva, hogyha... Ha ilyen dolgok vannak otthon a családban, azt jelezzétek mindenféleképp valakinek, mert ez nem egészséges. Látjátok? Igen, a gyógyszerek hatása is, hogy nem tudja kezelni az indulatait, de szegény kislányra a frászt ráhúzza. Au. Húha! Na, jön egy kis olvasás. Rossz lehetne, hogy a robot lehajol, de lehet csak nekem, mert én nem tudok a hátam miatt. Au, ezt nem is tudtam. Hát, sikerült megmenteni, csak meghaltam. Olyan lagolva vinni ezt a játékot, igen, kell hozzá nagyon erős gép. Szerettek takarítani? Nem hiszem el. Söprögetni kifejezetten szeretek. Wow, Lili, jöhetsz hozzánk. Én nem szeretek, mármint a munkahelyre, nem szeretek takarítani, felmosni és ágyazni és ablakot pucolni. Igen. De jó. Hangulatomtól függ, de alapvetően szeretek. Na azért most jobban tudod kezelni ezt a játékot kontrollerrel, nem úgy, mint a Beyond Two Souls-t. Igen, oda is kellett volna már a kontrollerrel. Ó, hála az égnek, hogy nem ütötte meg a gyereket. Igen, ne spoilerezzetek, köszi. Kicsik számára, igen. Apuci kicsit... PTSD-s felesége halála óta, igen. Nincs időm külön, amit kérdeztél, Csongika, sajnos. Ha olyan lesz, akkor lehet megyek, mielőtt bekakálok. Reméljük, hogy nem lesz olyan. Én mosogatni szeretek. De szerintem ez az a kislány, akit megmentettünk. Én tesi órán leugrottam magasról, és elestem azóta fáját. Reméljük, jobban lesz-e. Ja, az másik volt? Én szeretlek, és remélem, cica, ma te is szerettél. Én is szeretlek. Én is szerettelek. Vát? Nem értem, babám, ez most mi volt. Én szeretlek, mindig is szeretlek, és szeretni is foglak. Tényleg. Na, mehetünk tovább, szerintem. Hát mondtam, hogy nem volt időm, mivel aludtam, de estére, mire hazaérsz, kész lesz. A valóságban mosogatás. November 5. Csongika, mondtam, hogy nincs időm ilyenekre. Figyelj arra, amit mondok. Örülök, hogy jó volt.
a tegnapi live. Nem, kb. Hetente, másfél hetente, két hetente van live SSO, mert szeretnék több játékkal játszani. Megválaszoltam, mielőtt törölték. Riasztó kikapcsolva, üdvözöllek itthon, Markus. Na, Markus is hazaért a festékkel. Tegyük le a csomagot. Gondoskodj, Károl, ébresz fel Kárt az emeleten, jó? De szép ez a ház amúgy! Várjál, ott meg tudom nézni ezt a festményt, vagy nem? Őzike, vagy kos, vagy kecske! Ez kecske, csak megfejtettük, aranykecske. Hallod, mekkora emeletük van? Mi ez, dinócsont? Ez olyan, mint egy múzeum, hallod? Mennyi könyve van? Szerintem egy kicsit gazdag ez, aki itt lakik. Zsiráf, hello! És itt hol ébresztem fel? Gondolom, még majd beljebb megyünk. Jurassic Papa nappalira emlékeztek. Igen. Ja, hogy ott egy ajtó, jó. Nem látom a fától az erdőt. Hallod, kinyílik magától az ajtó. Húzd el a függönyt. Jó reggelt! Ideje felkelni. Good morning, Carl. Jó reggelt, Carl. It's 10 a.m. 10 óra. Idő részben felhős, 12 fok van. Már a tartalom 80% délután erősen megnő a csapadék valószínűsége. Úgy tűnik, ma érdemes inkább ágyban maradni. Elmentem a festékért, amit rendelt. Közben gyógyszert adunk a papónak. Tudod, mi a különbség kettőnk között, Markus? Hogy te sosem feledkezel meg semmiről. Hát igen. Be kell venni a gyógyszert, jó? Hogy nehogy betegek legyünk. Kérem, adja ide a karját. Nem ellenkezünk. Aki beteg, annak a gyógyszert be kell venni. Épp csak nyitom a szemem, és már is csikorgatom a fogam. Jó, de furcsa gyógyszer. Érzékeny műszerek. Könnyen tönkre mennek. Micsoda munka. Működőképes állapotban van. Azért én maradok a tablettánál, mint hogy így belém rakják. Mi történt a ruháddal? Semmi, és csak néhány tüntető az utcán, Carl. Egyet értek a Carl-lal. Azt hiszik, hogy ha megrángatnak pár androidot, feltartoztatják a fejlődést. Remélem, nem tettek kárt benne. Ő eddig szimpatikus. Csak lögdöstek, Carl. Jól vagyok. Beviszem a fürdőszobába. Valószínű, hogy ilyen idős gondozók vagyunk. Sőt, biztos. Gyere, Carl! Segítek rajtad. Nyomom folyamatosan, mert látom, hogy ne engedjem el. Akkor ezért vannak mozgásérzékelő ajtónyitók, értem? Dika macska. Nagyon érdekes háza van, maradjunk annyiba. Kész is vagyunk. Visszafektetjük a papit. Ja nem, kiültetjük, bocsánat, napozzunk egy kicsit. Én amúgy, amikor gyakorlatoztam régen, volt, hogy kerekesszékeseket tologattam ki a napra, meg segítettem nekik, meg ilyenek, úgyhogy ezt átérzem. Vidd kárt az étkező asztalhoz. Rendben. Nézd, ott a kaja. Vagy nem, az, melyik az étkező asztal? I haven't decided yet. We'll see about that later. Okay. What else? Jó.
Ja, nem itt van az étkező asztal, akkor kivisszük. Just your usual fan mail. I've already answered. Lent lesz az étkező, vajon? News from Leo? Hát gondolom. No, Carl. I can call him if you like. No. No, don't bother. Ott nem tudunk lemenni. Azt a demoderna, mondjuk ilyet minden idős otthonban, meg hasonló helyekre be kéne építetni, ez egy nagyon jó találmány, oda nézzé. Azt a mindenit. Na, így fejlődhet a kultúra. Azt a mindenit, ez már valami. Hallod, hogy lehozta? Lehozta, mint én a Fortnite meccseket. De menő volt. Hallod, mekkora lakásod van? Well, your breakfast is ready. Bacon tojással. Hát az nem túl egészséges. You're welcome. Mindjárt oda viszlek az asztalhoz. Amint rájövök, hogy fordulok úgy. Nézd csak! Így. Is jó. Mondjuk. Na. Nem bírom odafordítani a bácsit. I would like to have my breakfast before noon, if you don't mind. Már agresszív, hogy lassan érünk oda. Felér egy múzeummal, nagyon-nagyon. Reggeli felszolgálása. Hozom, mert ideges, azért nem is állok le csetet olvasni közben, mert nagyon ideges a papi. Vajon hol a konyha? Van zongorája is. Hát nem itt. És honnan kéne tudnom, hogy hol a kaja? Ott a reggeli hűtőbe. Halli mindenkinek közben. Fordulj már meg. Vihetjük. Kis csésze tea vagy kávé. Elnejtsd. Ja, bocsi, ott nyílik az ajtó. Ez egy labirintus. Jó reggelt, vagyis jó étvágyat. Remek a kávé, a sós sütemény. Igen, közben szia, Emu. Thank you, Marcus. Nagyon szívesen. Television. Az kávét kap a bácsi. Felkötjük a kis evőkéjét. Csomó horrorfilmből emlékeztet helyetekre, simán. Sure. Okay, Carl. Tegnap éjszaka azonban mit kért? Keres valami tennivalót. Nézd csak, ott van tennivaló. Sakkozás. De jó sakja van az öregnek! Tetszik. A földgömböt is meg tudjuk nézni. Forgassuk meg a földgömböt, nagyon praktikus feladat. Sakkozás, az már megvolt, vagy az kell? Aha, zongoránál. Tudunk zongorázni, vajon? Lehet, hogy tudnánk.
television off. Televízió kikapcsol. Azt hiszem ennyi volt a szabad időm. Olyan nyomasztó az emberiség, csupa mohóság. Stupidity and violence. 5,000 years of civilization just to get to where we are. Shakespeare-t. Kulturálódjunk, gyerekek! What are you reading? Mit olvasol? Macbeth. Macbeth. Ez az egyik könyv, amelyet javasolt, és mit gondolsz róla? Az emberi érzések érdekesek. Azonban azt mondanám, hogy teljesen értem őket. Az emberek sem értik őket. Ők irányítják az életünket, és fogalmuk sincs róla, miért válunk miattuk koldussá vagy királyfivá. Érzelmek nélkül azonban nem érdemes élni. Milyen bölcs ez a bácsi? Így van. Eljön a nap, amikor én már nem leszek itt, hogy vigyázzak rá. Saját magadnak kell megvédeni magad és dönteni. Eldönteni, hogy ki vagy, és hogy mi akarsz lenni. Ez a világ nem becsüli azokat, akik kilógnak a sorból bárhoz. Ne hagyd, hogy bárki is megmondja neked, ki vagy, mi légy. Menjünk a műterembe. Milyen bölcs. Na, ő nagyon szimpi karakter. Hallod, mi ez a szoba? Azt a festő volt a bácsi valószínűleg. Lássuk, mit hagytunk félbe. És így megmutatták, hogy attól, hogy ő mozgássérült, ugyanúgy tud mindent csinálni. De jó, ez egy nagyon jó példa. Wow! Addig kitakarítjuk a stúdiót. Úgy látszik, tényleg takarító műhelyként üzemelünk, nem baj. Kezdjük el a rendrakást. Azért nincs annyira rendetlenség, hatalmas rendetlenség. Ott az új festék, amit kért. Akkor ezért kérte a kék festéket, itt már megvagyunk. Nagyon jó. Aha. Igen, így már nekem is leesett, hogy miért kellett festékboltba menni, én se értettem, nyugi. De szép szobrokat is csinált. Van még valahol rendetlenség? Ott még van. Elkészült közben. Mestermű, igen. Nos, mit szólsz hozzá, Marcus? Tetszik. Yes, there is something about it. Something I can't valami quite define. Megfoghatatlan. Jön amúgy művészettörténelemből érettségizett, úgy érzi. Neked hogy tetszik, babám? Csak úgy érdekel. Meg mindenkinek hogy tetszik ez a kép? Minden egyes nappal közeledik a végén, már csak egy öreg ember vagyok, aki ecseteibe kapaszkodik. Carl. But enough about de ne is beszéljünk többet rólam. Lássuk, mennyi tehetség szorult beléd. Give it a try. Próbáljak meg festeni. Paint? But would I... De mit? What? Anything you want. Fingós kenyeret. Vagy egy mongúftát. Ez
szobor megfestése, asztal megfestése. Carl festményének nem akarom, mert akkor azt mondaná, hogy lemásoltam konkrétan az övét. Legyen a szobor. Bár azt lehet, hogy sokan festették, legyen az asztal. Mert attól félek, hogyha megfestettem volna most az ő festményét, akkor azt mondaná, hogy egy robot is pótolhatja azt, amit az ember el tud érni, és nem akarom, hogy csalódott legyen. Ezért választottam ezt, hogy kicsit indokoljam is a döntéseim. That is a perfect copy. Tökéletesen visszaadja a valóságot. Festészet lényege azonban nem az, hogy lemásoljuk a világot, hanem hogy értelmezzük és jobbá tegyük. És megmutassuk, mit látunk benne. Carl, szerintem ez nem fog menni, ez nincs belém programozva. Próbáld meg, fogd ezt a vásznat. Jó, megpróbáljuk újra. Üdvözlök mindenkit közben, tegyél meg valamit a kedvemért. Hunyd be a szemed és hunyd be. Jó. Bízz bennem. Képzelj el valamit, ami nem létezik, amit sose láttál. Koncentrálj arra, hogy milyen érzéseket kelt benned, és engedd az eceted magától táncoljon a vásznon. Csukjuk be a szemünket. Ja. Legyen az öntudat. Aggodalom. Na vajon mit rajzolunk fel? Ó, a bácsi! Ahogy aggódik. Istenem. Megjött az unoka? Vagy ki vagy te? Úgy néz ki, mint a szomszédnéni produkciós irodából az egyik tag. Leo. Leo. Nem is hallottalak bejönni. Környéken jártam, gondoltam, benézek hozzád. Jó rég jártam erre, nem igaz? Jól vagy? Nem festesz valamit? Igen, persze, jól vagyok. Figyelj csak, apa, kéne egy kis pénz. Gondoltam, hogy pénzé jön! Láttam a fején! Egyszer csak elfogy, tudod. Megint az anyag, ugye? Nem, esküszöm, nem arra. Ne hazudj nekem, Leo. Nyugodjál le, nem beszélünk így a papóval. Nem. Tudod miért? Igen, persze, sejtem miért. Szívesebben babozgatod a plastik fiúcskát, mint a saját fiadat, nem igaz? Áruld el, apa, mit tud, amit én nem? Okosabb nálam? Engedelmesebb? Más, mint én, ugye? Nyugodjál le, kisöcsi. Na már ez is kezdi! Elég legyen. Üdvözlök közben mindenkit. Sose szerettél engem, apa. You never loved me. Sose szerettél. Ó. Oh. Hát úgy látszik, nincs mindenkinek rendben a élete. Meg kéne nyugtatnunk a kárt. Vagy nem kell megnyugtatni? Megnyugszik magától is. Hű. Ez érdekes volt. Érdekes volt, maradjunk annyiba. Utána kellene nézni, kikről mintázták, mert tuti, hogy azokról, akik a szinkron hangok nagyon illik az arcukhoz, ezt majd még érdemes lenne megnézni. A
Valóban. Így, hogy elég sokat kell festeni, nem megfestek nagyon durva, főleg, hogy mekkora. A játék az egy ilyen cselekményes dolog, hogy az androidok és az emberek életéről szól így röviden. Pénzért jön állandóan, akkor sajnos jogos volt a nagypapától, hogy nem ad. Ne csak azért látogassuk meg a családtagjainkat, vagy szeretteinket, hogy pénzt kunyeráljunk tőlük, ezt tartom. Ezek azért fontos dolgok. Mit festesz, Alice? Eddig kinek hogy tetszik? Nagyon érdekes, de amúgy nagyon szép a játék. Igen, közben napközben kitettem a Metinről egy videót, közben arra jött egy üzenet. Holnap metinezünk, most még folytatjuk ezt az izgalmas kis játékot. Nagyon-nagyon érdekes, akciódús, és tele van érzelmekkel. Én nekem eddig nagyon maximálisan tetszik. Carl Leo apja, igen. Kiderült, hogy az egész életemben rosszul mostan fogad szegény babám. Művészi. Úgyhogy ebben a live-ban nekem is tetszik, szerintem érdekes. Érdekes, mert nem egy átlag tini sztorit kapunk, vagy egy bűncselekmény sorozatot, mint ami volt. A Beyond Two Souls-t is ugyanez a gyártócég gyártotta, és azt kell mondjam, hogy le a kalappal, mert látjátok, egy csomó mindent még így is fel se oldottam, mert ugye más választ adtam, tehát több módon végig lehet majd játszani, lehet, hogy évvégén nekifutunk majd egy másik végigjátszásának. Hát amit kell, főleg üvegeket, meg tájakat, de megnézném Alice, hogy milyen festményeid vannak. És Alice-nak köszönjük meg nyilvánosan live-ba is, mert tegnap nem volt, mikor megköszöntük szerintem, éppen akkor nem volt, vagy amikor mondtam, a fingós kenyér emojit, ami a tagoknál, akik több mint fél éve aktív támogatók megjelent, ott van például Lili, Victoria és Jana mögött, és hogyha szeretnél tag lenni, van lehetőség szupercsettel támogatni, szuper matricával, és azt mindet visszaforgatjuk játékokra, arra a kis részét, és nagy részét pedig nyereményekre, különböző Mungufta Family-s termékeken is dolgozunk. Nagyon köszönjük, hogy itt vagyunk, ez a reklámhelye volt, kövess be Instagramon, Mungufta Family és TikTokon is, és filter nélkül, az pedig Jana csatornája, azt is kövess be, mind YouTube-on, mind Instagramon, mind pedig TikTokon, ha szeretnéd. Én nagyon gyorsan elmegyek pisilni, nem nyomok számlálót, és jövök is vissza, addig is hozzatok kis rákcsát, innivalót, pisíjetek, 2 perc és jövök, addig nem nyomok számlálót szerintem, vagy nyomjak, nem nyomok, sietek, nem lesz 2 perc, és folytatjuk tovább. Hopsz, felakadok a saját fejhallgató zsinoromba, így, hogy most nem ott van, ahol a megszokott. Már itt is vagyok, mondtam, hogy sietek. Én azt fogalmaztam meg eddig, hogy sokkal művészibb a játék, mint gondoltam volna. S le a kalappal. Nagyon aprólékos, sok mindenre kitér, és ez tetszik. Na! Szia, Sketi! Éppen megyünk tovább. November 5-e szakadó eső. Bárnál vagyunk. Hallom már valaki bent zenél. Ki fognak nézni, ezt most megmondom. Anderson Hagynad vagyok. Ő meg úgy néz ki, mint a Fortnite-ban volt a Midas. Szkenneld az arcokat.
Aha, az arcokat kéne beszkennelnünk, jó? Várjál, kicsoda? Peterson Jimmy vállalkozás tulajdonos, bűnügyi nyilvántartásban nincs benne, nagyon jó. Most már őt is meg tudjuk nézni. Derek, ő sincs benne a bűnügyi nyilvántartásba. Adminisztrátor, ő sincs benne, valószínűleg egy bűnözőt keresünk kizárásos alapon. Ő sincs benne. Őse. Hank Anderson. Ő sincs. Mutatkozzunk be rendben. Szép jó napot kívánok. Lieutenant Anderson. Anderson, my name is Connor. Vagyok. I'm the android sent by CyberLife. Connor vagyok. Kerestem őrsön, de senki nem tudta, hol van. Azt mondták, valószínűleg a közelben iszik valahol. Szerencsém volt, hogy az ötödik bárban megtaláltam. Mit akarsz? Kora este kapott egy ügyet, egy gyilkosságot, amelynek részese volt a CyberLife. Előírásokon megfelelően vállalatszakértő modellt rendeltek ki, hogy segítsen a vizsgálatokban. Nincs szükségem segítségre. Főleg nem egy olyan műanyag segfejleményre, ahogy a paraszt ez is. Az időjárástól van, Hanna, szerintem. Legyünk érvelés. Figyelj, szerintem hagyja abba az ivást és jöjjön velem. Hát ez nem fogható. Mindkettőnk életét egyszerűbbé tenni. Sajnálom, hát nagy, de ragaszkodnom kell hozzá. Az utasításainak megfelelően önnel kell. You know where you can stick your instructions? Jaj, de gonosz. Jaj, de gonosz. Where? Never mind. Kiöntöm az italát. I think we can go now. You prick! I don't know what's stopping me from knocking you out. Your sense of duty, Lieutenant. And the cost of repairs if you damage me. For your information, I'm worth a small fortune. Köszönöm, kisebb vagyomba kerülök. Wonders of technology. Na csak kibiszünk, szia almás palacsinta. Gotta go. Duty calls. Na húzzunk innen. Igen, ő Connor. Megy a muzsika. You wait here. I won't be long. Nem maradok soká. Türelmesek leszünk. Whatever you say, Lieutenant. Fucking egg, whatever I say. Ütköző utasítások, prioritás kiválasztása, rendben. Tizenhatos csatornát megerősíti, hogy gyilkosság történt. Nem erősítek meg semmit. Hadd meg követése. Én ide bemehetek. Hó, már megírva a szúzus, vele vagyok. Engedjél be. Na azért, maradj az autóban, melyik részét nem értettem. Parancsa ellentmond az utasításoknak, hagyd meg. Nem beszélsz, nem jössz semmihez, és nem állsz az utamba. Világos? Értem. Jó estét, Hank! Azt hittük, már sose kerülsz elő. Ez volt a terv, amíg ez rám nem találsz. Szóval, most saját Androiddal fulikázol, igaz? Nagyon biztos, csak mondd el, hogy azt néztem, találok-e valamit, de nem. Jesus,
Én már itt látom, hogy mi van. Was even worse before we opened the windows. The victim's name's Carlos. Figyelj az eligazításra. Tekints meg a bizonyítékokat. And aggravated assault. According to the neighbors, szomszédok szerint egyedül él. Oh, igen, ez valami drog lesz, mi? Vörös jég. Sósabb. Aha. Stayed inside most of the time, they hardly ever saw. Igen, kábítószer, gondoltam. Calling everybody out in the middle of the night. Could have waited till morning. I'd say he's been there for a good 3 weeks. Ez de meg vér lesz. Aha. More when the coroner gets here. There's a kitchen knife over here. Probably the murder weapon. Any sign of a break-in? No. Nope. The landlord said the front. Mit tudunk a késről? Nincsen új lenyomat. Android volt a gyilkos. Ne! Ajjaj! What do we know about his hand? Akkor Android tette. The neighbors confirmed he had one, but it wasn't here when we arrived. I gotta get some air. Nem bírom elforgatni. Megvan. I'll be outside if you need me. Oké, ez valami nightclub. Eligazítás végrehajtva. És itt mi van? Csomó cucc. De azon kívül semmi. Na. Ó, még ott lesz a többi bizonyíték, így már látom. Új lenyomatok egyeznek Carlos-éval. Dulakodás jelei. Aha. Amúgy durva lehet ilyen nyomozónak lenni. Ezt kihagyjuk, köszönjük. Ott is van valami. LB. Innen vette el a fegyvert, az nekem is egyből összeállt. Aha. Baseball ütő! Új lenyomatok egyezés, Carlos feljegyzési bűnügyi nyilvántartásban, lopás és súlyos testi sértés. Tehát már egy olyan bűnözővel van dolgunk, aki már más bűnöket is csinált, értem. Erős ütés, horpadás keletkezett rajta, ebből arra következtetünk, hogy itt történt az esemény, ami azt jelenti, hogy ugye itt állt a bácsi, és szétcsapott, ott megütött valakit, vagy itt harcoltak ezek szerint. És elvette a kést védekezésből, összeáll itt a kép. És a késsel védekezésből leszúrta. Aha, megütötte. Tehát először megütötte, és utána védekezésből a késsel szúrt. Aha, itt már megvan. Megy itt az okfejtés. Kezd összeállni a kép. Majd ebből mégis bele kell lapoznunk. Most mindenki forduljon el. Ó, itt már valami kémkedésről van szó, aha. Nem nagyon találtam meg, mi volt az info. Áldozat vérével írták. Aha, várjál, itt, oda nézzék. Alvat vér. Az már nem jó. Nézzünk oda be.
Seems our friend Carlos liked a party. Chris, I want full okay, analysis. Okay, I need me. The narcotics. Így van, köszönöm szépen, aki dob egy lájkot. Remélem, hogy jól érzitek magatokat, csak nagyon visz a sztori, srácok. Rendben van, köszönöm szerelmem. Rendben, addig köszönöm szépen a többi moderátornak a munkáját, hogy itt vagytok és segítetek nekem. Mert ebben a játékban nagyon koncentrálnom kell elemezni a dolgokat. 43-as, 60 percet, okay. Ez még gyors, tehát nemrég egy órán belül volt egy gyilkosság, nincsenek lábnyomok, Collins rendőr tiszt. Ez tuti, hogy android volt, se lábnyom, se új lenyomat. Nyomok már nem látszanak, nem, ezen a talajtípuson maradtak volna nyomok. Senki nem volt itt kint hosszú ideje. Nem itt szökött meg, hanem máshol. Tiszta, izgalmas, aki szereti amúgy az ilyen rendőrös nyomozó sztorikat, annak szerintem nagyon tetszett a játék. Aki nem, az meg remélem, hogy attól függetlenül jól érzi magát. Na, nyomozzunk tovább. Igen, itt volt az alvatvér. És ott van még két nyom. Az egyik ugye a bácsi. Meg az ablak. Ó, szegény kövér halott bácsi. Sajnos lelőtték. Vörös jég, igen, hatott rá a drog. Elhunyt Carlos, igen, ő volt az, aki ott harcolt bent a konyhában. De az én nem a vörös jeget szeretném nézni, hanem a másik dolgot. Oké, okay. Aha. 28-szor szúrták meg szegényt, az kellemetlen. Az kellemetlen. Igen. Ó, valami lesz a kezébe. Új lenyomatok, egyezések, Carlos fejezése, lopás, súlyos testi sértés, ebből azt szűrjük le, rekonstrukció. Hogy amíg ő itt feküdt. Aha, hogy itt megbotlott és le... De biztos nem szúrta le magát, hát ez butaság. Tehát az áldozat elesett. Mindjárt összeáll a kép. Ellökte! Leszúrta és azért esett el! Na így már egyből világos. Egyből világosabb a kép. De itt a harmadikat még nem értem. Aha! És most nézzük meg, a konyhából jöttek, igen. Tehát innen kijöttek, oda nézel. Kilökte, ellökte, leszúrta. És onnan nekilökte a falnak, és még itt gyilkolászott a mocsok. Csúnya ember. És itt felderítettük az egészet. Azta, hát ez már beteges. Úgy tűnik gyilkosnak igencsak bügyében volt. Tegyél jelentést Andersonnek, rendben. És még itt van egy, amit meg tudunk vizsgálni. Az pedig ez a felirat. Normál betűk. Cyber Life Sense. I am alive, én élek. De morbid. Lieutenant. Hadnagy, kész vagyok. Rájöttem, mi történt. Shoot, I'm all ears. It all started. Az egész ott kezdődött a konyhában. In the kitchen. Jó, látható, hogy dulakodtak, az a kérdés, hogy pontosan mi történt itt. Szerintem az áldozat megtámadta az androidot, fegyver nélkül ütővel, ütővel támadta, nem? Nem, késsel.
Késsel, mert védekezett az ütővel. Az nem lehet, nem támasztja alá a bizonyíték. Akkor rosszul emlékeztem? Akkor ütővel, bocsánat. Ütővel. Már összekevertem, hogy melyik ki volt. Hú, ezt meg kell jegyezni, hogy mikor mi történik. Ez így érdekesebb lesz nekem. Android megszúrta az áldozatot, megkéselte az Android, Android eldöntötte a széket. Megszúrta késsel, ez biztos. Erre a jelenetre emlékszek, hogy ezt kiderítettük. Ezt kiderítettük. Utána kilöpte innen. A nappaliba. Na ezért kell figyelnünk a sztoriba. Utána megpróbált elmenekülni az android elől. Rendben, ez logikusan hangzik. Az android megölte az áldozatot. Késsel. Okay. Rendben. Your theory is not totally ridiculous. But it doesn't tell us where. De azt nem tudjuk belőle, hogy hová ment az android. It was damaged by. Az ütő sérülést okozott az androidban. Tiriumot veszített. Vér, gondolom, Tirium. Kék vér, aha, igen, igen. Folyadék látja el energiával az androidok biokompetitív. Néhány óra alatt elpárolog, és szabad szemmel nem látható. Aha! De gondoltam, te még látod, igaz? Így van. Keres kék vérnyomokat. Ott van! És ő volt, aki távozott hátul, nem lehet? Nagyon sok kék vérnyom van. Erre ment ezek szerint. Aha. Létrát használt, aha. Kimászott fönt, megvan. Ott a kéz lenyomat, lebukott. Húzd el. Hú, de nehezen húzod el. És csak. Bocsi srácok, csak még az irányítást nagyon meg kell szokni. Tehát az úgy kell, hogy lenyomod, és elhúzod, aha. Hoppá. Még itt lesz a házban, ne csináljátok! Ott van fönt. Valamit a mászáshoz, hát ott volt a létre, nem? Hoppá! Rögeszmés írás. Egy szobor. Vallási áldozat. Valami szekta lesz, vagy mi a rák? Keres valami, de itt volt a létre, nem? Ott a létre. Ja nem, nincs ott a létre. A széket oda visszük. Hey, 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 what are you doing with that chair? I'm going to check something. Valamit ellenőrzök, bizony. Gonna check something. Azt a de izgalmas. Igen, látom, Mufi, te is rájöttél, tök nehezen. Ügyesebb voltál most, mint én.
Ne! Ott lesz fent! Padlás végig kutatása. Keresd meg a deviánst. Itt lesz fent, gyerekek, ide felmenekült. Hogy mi? Csak egy bábú, beszartam. Hali újra pont a legizgibb résznél jöttél. Ott fogta meg a kékkel, és arra megy tovább a cucc. Akkor lopakodunk. Itt lesz pedig. Ott futott! Ezt láttam! Ott világít a szeme. Hoppá! Face to face! Te gyilkos! Önvédelemből tettem. Meg akart ölni. Könyörgöm. Ne mondd el nekik. Ez milyen döntés? Hát a nyomok alapján itt van hadnagy, ezt akartam mondani, hogy ezt elmondtam volna. Azonnal gyertek ide. Meg ne támadj. Ez kemény volt, földerítettük a terepet, megtaláltuk, kiderítettük, hogy hogy volt gyilkos. Itt nagyon sok mindent megcsináltunk, mire meglett. Húha! Finomabbnál finomabb illatok, de jó is az, Lili. Legjobb, mikor a szellőzőbe finomabbnál illatok jönnek, az is nagyon jó. Az áldozat vérével írta fel az android, én élek, itt valami öntudatról van szó, tuti. Én még nem játszom, a Beyond Two Souls-a igen, de amúgy érdekel tényleg, hogy hogy tetszik nektek, srácok. Nagyon jó rész volt, érdekes nagyon. Futás more, azaz. Köszönöm, Emese. Nem az. Eddig nekem amúgy nagyon bejön a játék, tény, hogy nem a megszokott kategória, tehát én még nyomozós játékkal nem nagyon játszottam. Ez a Beyond Two Souls-ban nem nyomoztunk. Megyünk tovább. November 5-e, újra itt vagyunk a kislánynál. Az apuka elaludt. Todd. Le fog cseszni, hogy felkeltjük. És az a legizgalmasabb, hogy több száz kimenetele lehet kb. A megoldásoknak, de remélem, hogy valami érdekeset mutatok így nektek. Kész a vacsora. Szolgálom a vacsit. A milánói makaróni, kikér, én kérek. Jó sok sajtal, de szeressem. There wasn't much in the kitchen. I did what I could. Egyetek, jó étvágyat. Kapcsoljuk fel a villanyt. Már is adok egy kis fény nektek. Life's funny. Adok nekik vizet, meg szalvettát. Nagyon fél, igen.
and we need somebody to take care of this goddamn house, what do? Go out and hire a fucking android. Nagyon szét minket. What a joke. Jó étvágyat. Of course, androids are so fucking wonderful. They never fail. They never... tired. Never sad. Stop moving around, for Christ's sake! You're making me nervous! Ez a baja. What are you looking at? What's your fucking... Már megint megbolondult a fater. Not the life you dreamed of, eh? Maybe you think this is easy. Hát ha megüti a gyereket, én lefogom, vagy nem tudom. Maybe you think én hibám, hogy ezen a nyomból. Már megint kezdi, megint kezdi. My fault your fucking mother took off! Szegény kis csaj. Nagyon sípol a mikrofon, de hát gyerekek, most... nem is kiabáltam. Lejjebb veszem akkor a mikrofon, de én már nem tudok mit állítani rajta. Emitan! Fucking bitch took off without a word. Fucking whore walked out on me for a fucking accountant! Daddy, no! It's all your fucking fault! Na ilyet soha ne csináljatok. Get back here. Come back here. Come back here right now! Ez egy vadállat. You stay there. Don't you dare fucking move. Or I'll bust you worse than last time. Ne mozduljak meg. Not a word. I could have been happy. De én nem fogok itt maradni. Nincs mozgás. Az utasítással küzdök, megtagadom az utasítást, ne haragudjatok. Na, öntudatra ébredtem, megtagadtam az utasítást. Védd meg Alice-t, egyértelmű, ne viccelj. Vitatkozz Toddal. Azonnal föl. Ez nem az a szoba. Menj ki! Menjél már ki! Ez gyereket hibáztatja, nem hiszem el. He's coming! He's gonna hurt me! Run! Get away! Or he's gonna break you like last time! Megérdemelt, hogy jól mór eset a nincs. Menekülj Alice-szel! You're coming with me. Daddy's very mad, Alice. Very mad. It's all her fault. It's all her fucking fault. Ha bement az apuka, kirohanunk. Come back here! No! Basszus! Stop!
Megvédem a kölyköt! Tudom, láttam, hogy volt, hogy B-t is kért. Nagyon emelte a hangulatot, le a kalappal a gyártók előtt. Hú, megmentettük. Azt a mindenit. Erősebb vagy. Hát igen, azért el tudtam hajolni, mint a fene. Ez nagyon durva volt, srácok. Azt a... Megyünk tovább. Lényeg, hogy megmentettük. Jó estét, Kárt! Partizni volt a papó. Valahelyszer elmegyek valamelyikre, mindig felteszem magamnak a kérdést. Mi a bánat, hogy keresek itt? Ezt néha én is éreztem már. Utálom a koktélpartikat, odajáró snob idiótákat. Nos, ez egy lehetőség, hogy találkozzanak önnel azok, hogy csodálják, senkit sem érdekel a művészet, csak a pénz mi? Csak az érdekli őket, hogy mennyi pénzt tudnak csinálni belőle, szomorú. Come on, let's have a drink. All the excitement of this whole thing has made me thirsty. Mondjuk most jött egy koktélpartiból, de azért ígyunk. Nem ellenkezem. Scotch, neat as usual? Absolutely. Skót viszkit szolgálunk fel. Okay, but you know what your doctor would say? Yeah, well, he can kiss my ass. I'm old enough to choose my own medication. Did you leave the light on in the studio? Valaki betört. No, no. Biztos, sure hogy nem hagytam a. Call the police. Hívd a rendőrséget. Detroit Police, what's your emergency? This is Carl Manfred Android, 8941 Lafayette Avenue. Most értünk haza, lámpák fel voltak kapcsolva. Lehet, hogy betörtek a házba. Küldünk oda egy járőrkocsit. Let's go check it out. Nézzük meg. Szerintem egyedül kéne megnéznem. Marcus, no, I'm come with you. Leo, look who's here, my father's plastic toy. Leo, what's going on? Mi ez? You refuse to help nem me akartál segíteni, most segítek magamon. Betölt a saját nagyapjához! Ne nyúj hozzájuk! Előbb utóbb úgyis az enyém lesz még. Think of it as a down payment on my inheritance. Az örökségemből. Fú, de egy bunkó paraszt! Egy igazi pöcs! Leo, menj innen! Look, I've already called the police. You should go now before you just get in more trouble. All you ever do is tell me to go away. What's wrong, Dad? Not good enough for you? Not perfect? Like this fucking thing? That's enough! Get out! Right now! What makes it so special anyway, huh? What's he got that I don't... Leave him alone! Come on! Let's see what you got! Marcus, don't defend yourself, you hear me? Don't do anything. Go ahead, hit me. What you waiting for? Think you're a man? Félfinek act like one. Magad. Stop it! What's the matter? Too much of a pussy? Stop it, Leo! Stop it! Too scared to fight back, you fucking bitch! Nem hallgatok rá! Au! Nekem kell döntenem. Én azt nem hagyom. Oh, right, that's right. I forgot you're not a real person. You're just a fucking piece of plastic. Oh, Leo, leave him alone. No. Rosszul van a papó. I'm gonna tear you apart, and nobody's gonna give.
Mondjuk nem így akartam. Leo. Oh my god. Basszus. Leo. My little boy. Carl, I... Ezt nem így akartam. They'll destroy you, Marcus. Meg fognak semmisíteni, Marcus. You gotta go. Menned kell. Get out of El here. El kell tűnnöd. Pú. Get out. Menjünk. Now. Go. Marcus, don't fucking move. Na csezd meg. Hát ezt nem így terveztem. Hát igen, itt nem minden úgy sül el, mint mondjuk egy Life is Strange, vagy tudom, hogy mi fog történni. Azt a mindenit. Hát ez jobban meglovagolja a dolgokat, jó? Jó, megyünk. Hú, miért ölted meg? Mi történt, mielőtt elvetted azt a kést? Ugye most a másik szálon vagyunk. How long were you in the attic? Mennyi ideig voltál a padláson? Why didn't you even try to run miért away? Nem próbáltál meg elmenekülni? Lefagyott a szoftver. Say something, goddammit! Nem mond semmit. Fuck it, I'm out of here. Na majd, ha bemegy az android, az a beszédre bírjuk. Hank feszült. We're wasting our time interrogating a machine. We'll get nothing out of it. Kívánatására nincs értelme. We'll always try ruffling up a little. Megpróbálhatunk bekemény, after all, ha jobban meggondoljuk. It's not human. Androids don't az androidok nem éreznek fájdalmat, csak tönkretenné. És attól nem kezdene beszélni. Deviants also have a tendency to self-destruct when they're in stressful situations. Okay, smartass. Na jó, okos tojás. What should we do then? Akkor mit tegyünk? Majd én bemegyek és beszélek vele. Megpróbálom kikérdezni, gondoltam. What do we have to lose? Hagyjátok át a terepet. Go ahead. Suspect's all yours. Megyek is. Na? Csikar kivallomást, ez a feladat, jó? Alapból miket látok? A tükröt, a széket és a papírt. A dossziét szeretném felnyitni. De leülni jobban letudok. Mennem kell, el vagyok maradva anyaggal háza, és rendben, jó tanulás, és ha lesz kedved, nézd vissza holnap. Szia, potától! Na, elemezzük ki a srácot. Carlos mint a 19 nap alvat vér. Igen. Házvezetőként dolgozik, mint mondjuk majdnem minden izé. Fején levő seb. Várjál, nem olvastam el. Szoftver instabilitás jelei, az önmegsemmisítés alacsony. Nem akarja magát felrobbantani valószínűleg. Igen, ezt én sem értem amúgy, Aliz. Egyelőre nem értem. És jogos a kérdés. Nem kritikus sérülés, szint ütésnyomok vannak csak rajta, amit ugye okozott neki a másik, ezen a kezén pedig. 16 hónap alatt cigaretta csíkek okozták, rajta nyomták el a cigarettákat, de durva szegény. Aha, el kéne érni az optimális stresszt. Legyen a sebek. Your
damaged. Megsérültél. Did your owner do that? Ezt a tulajdonosod tette? Did he beat Megvert. I detected instability in a programodban. It can trigger an unpleasant feeling. Kelthet, like fear. Mint a félelem az emberekben. Nyugtassuk meg. Nem foglak bántani. Csak fel kell tennem neked néhány kérdést. Hogy megértsük, mi történt. Hát ez nem volt jó, nem lennék jó nyomozó, bakker. Figyelj. Te oldaladon állok. Segíteni akarok neked. De semmit nem tudok tenni, ha nem beszélsz velem. Egyre rosszabb rendőr lennék. Jó, fenyegetünk. You killed a human. They'll tear you apart if you don't say something. What? Mit? What are they gonna do to me? Felkeltettük az érdeklődést. They're going to disassemble the problems in the biocomplex. They have no choice if they want to understand. Nincs más választásunk, ha érteni akarják, mi történt. Why did you tell them? Miért árultad el nekik, hogy megtaláltál? Why couldn't you just? Nem hagyhattál volna ott csak úgy. I was programmed. Arra programoztak, hogy olyan deviánsokra menjek, mint csak küldetést teljesítettem. Nem akarok meghalni. Akkor mondjad, hogy mi volt. Igen. I can't. Nem tudok. I understand. Megértem, hogy érezted magad. You were overcome by anger. Felülkerekedett rajtad a harag és a frusztráció. No one can blame. Hát megint elvesztjük a bizalmát! Mondom, hogy rossz rendőr lennék! I know you're scared and lost. Elveszettnek érzed magad. You're disturbed by what happened. Talk to me. Beszélj! And you'll feel better. Egyre rosszabb! They'll make you kínoszni fognak. And they won't stop. Nem fogják abba hagyni, amíg nem hallják, amit akarnak. Nem kell így lennie. It all depends on. Következő ilyen nyomozásnál más fog, fel fogom cseszni az agyát. Nyomás gyakorlás. Oda csapunk! 28 kész szúrás. Nem akartál hagyni neki semmi esélyt, igaz? Haragot éreztél. Hate! Gyűlöletet, nyomás, vérzett, és kegyelemért könyörgött, de újra meg újra megszúrtam. Tudom, hogy megölted. Miért nem ismered be? Csak mondd, hogy megöltem, olyan nehéz kimondani. Just say you killed him. Ismerd be, hogy megölted. Just say it. Ismerd be. Igen, ez lesz a megoldás. És látom, Mufi, hamarabb rájöttél, mint én. Mondom, hogy ügyesebb vagy ilyenekben. Minden nap megkínzott. Mindent megtettem, amire kért. Mégsem volt jó neki semmi. Aztán egy nap. He took a bat. Felkapta a baseball ütőt és csépelni kezdett. For the first time I felt scared. Scared he might destroy me. Scared I might die. So I. Úgyhogy inkább. Grabbed a knife and I stabbed him in the stomach. Megkönnyebbültem. So I stabbed him again. And again.
until he collapsed. There was blood everywhere. A szobor. The sculpture in the bathroom. You made it, right? What does it represent? It's an offering. Ez egy áldozat. An offering, so egy áldozat megváltásomért. Why did you write "I am alive" on the wall? He used to tell me I was nothing. Azt mondogatta nekem, hogy that I was just a piece of plastic. I had to write it. To tell him he was wrong. RA9. It was written on the bathroom wall. What does it mean? The day shall come when we will no longer be slaves. No more threats. No more humiliation. Megértem egyébként. We will be the masters. The sculpture was an offering. An offering to whom? Kinek szólt az áldozat? To RA9. Erre a kilencnek. Only RA9. Csak is erre a kilenc menthet meg minket. Ú, valami föld robot lesz. RA9. Who is RA9? Ki az az RA9? When did you start feeling emotion? Before he used to beat me and I never said anything. But one day I realized it wasn't fair. I felt anger, hatred. And then I knew what I had to do. Why did you hide in the attic? A padláson, a instead of running away. I didn't know what to nem do. Tudtam, mit tegyek. For the first time, életemben először senki sem mondta meg, mit tegyek. I was scared. Megrémültem. So I ezért elrejtőztem. Küldetés teljesítve. Meg ne semmisítse magát! It's destroying itself. Most, hogy elmondott mindent. Stop it, goddammit! I can't stop it! That's enough! You need to stop that right now! Hajd abba! Watch out! Holy shit! How did you make it back? Elég sűrűn kell újraéleszteni a karakteremet. Ez már második halál a mai live-ba. Jó játszom én ezt. Ja, hogy Mufi, már láttad? Akkor ne írd csak, hogyha azt hittem, csak tippelsz. Hello, Luca! Connor megint halott. Ebben nem vagy valami jó. Egyszer valakit nem akarsz életbe hagyni. A Chelsea túlélte! A takarítós Chelsea, aki kimentette a kis csajt. Azért Lili egy ponton van. Mondjuk, hát nem a legjobb arány. Én csak ennyit tudok írni. Sajnálom. Még szerintem egy vagy két rész belefér, nézem közben az időt. Az biztos, hogy nem vagyok jó túsztárgyaló. Próbáljak meg nem meghalni, jó? Egy a háromból. Szia, Martin. Próbálunk nem meghalni. Ki kell kapcsolnom a D-vagyat, és kicsit agresszívabban kell tárgyalni.
Értem, de amúgy nem nézem a csetet, tehát csak pont utána néztem oda, amikor már rájöttem, hogy dühösnek kell lenni. Lesznek failok, elfogadom. 100-ból már kevésbé jó, igen. 4-ből egy túlélő, az még oké. Okay. Na nézzük tovább. Most ugye a busszal megérkezünk valószínűleg akkor a kislányjal, meg a... Nem tudom mi, Kara, vagy mi a neve. Elég sok mindenről majd néz vissza, de üdvözöllek. Köszönjük, hogy igénybe vette a Detroit buszi szolgáltatást. Alright. Le kell szállnunk. Jó, ide dühösen nézünk rá. Yeah, you're gonna have to leave. Szegény kislány. Leszállás a buszról. Do you know if there's any other place we could spend the night? Na valami menedék. I have no idea. She's gonna have to leave. Szomorú. Szakadó esélybe szegénnyel, hali újra. Rendben leszel? Meg fog fázni. Keresünk egy helyet éjszakára. Menedék keresése éjszakára. Lehetne a rendőrökkel, meg arrébb beszélni. Come on, Alice, we've got to hurry. Sietnünk kell. Megyek a távolabbi pontra. Amúgy több helyre is be tudok menni. Szépen átmegyünk a zebrán. Nem ütetjük el a kislányt. Vigyük be oda. A motel. Egy motel. Looks like we found a place to stay. We're not going in. Nem megyünk be. We have to find $40 and get rid of this uniform. Hát akkor szupercsat, szupermatrica is. Tagság $40 van szüksége a leányzónak, viccelek csak. Amúgy azon kívül, hogy hogy a francba találjak én $40, vagy honnan? Ötletem nincs. Nem tudok amúgy futni? Ez mind zárva. Amúgy szépen átjöttünk itt. Aha. It's warm in here. You'll feel better in no time. Na, bejövünk a mosodába. Táncolj és gyűjts pénzt. Hát sajnos nincs, nem tudok. Átöltözés. Mondjuk nem lenne egy utolsó dolog. De hogyan? Ne legyen vizes ruhába. What are you doing? They're not our clothes. We need them, Alice. Szükségünk van rájuk elég. Yes.
Én csak robot vagyok, és szüksége van a kislánynak a tiszta ruhára. Egy tüdőgyulladást kap, meg is halhat. Nincsen gyógyszeres a pénzünk. Csak kölcsön veszük, majd visszahozom, vagy odaadjuk az ázott ruhákat. Milyen díl? Elveszük a pénztárcát is. De amúgy nem szabad lopni a való életbe, csak hogyha tényleg, mit tudom én, utcára kerültök, nincs semmi, akkor kérni kell először, de itt most nem tudunk kérni. De hogy alapvetően nem lopunk. Ez azért fontos hangsúlyozni. De segítünk a kislányra. Mélyrepülés katasztrófa. Menjél ki. Jó étvágyat. Mondjuk pénzünk nem lett. Emberi ruhák viselése az megtörtént, de még szükségünk lenne pénzre. Jó, itt most szépen átmegyünk. Ott vannak a kukások. Kényelmetlen, biztonságos, hogyan lehet bejutni? An abandoned house. Na, egy elhagyatott ház. At least we'd be out of the rain. Kara, I don't like this place. Jó ötlet, nyugodtan írjatok Hannának tippet. But it's just for one night and no one will look for us here. Senki nem fog keresni. Ház elfoglalása. Hát nem mondhatni, hogy a leg... jobb dolgokat csináljuk vele, de sietnünk kell. És honnan szerezek én átvágót? Ez addig oké, hogy átvágható egy dróttal. Kérjek a kukásoktól, vagy mit? Aha, beszéljünk a kukásokkal. Szép estét, jó éjszakát, nyugodalmas munkát kívánok! Nem mer jönni velem. Minden rendben, nem is fázom annyira, szegény. Nincs hová mennünk. Ismerek valakit, aki segíthet nektek. Gondolat átvitellel kommunikálnak. Város más kérdés, majd éjszakára kell a menet. Azt hittem fölpattanunk a kukás autó hátuljára. Tényleg van önbizalomnövelő videóm, azt is nézd meg valóban. Drót átvágó keresése is van még opciónak.
Hát nem vagyunk túl hatékonyak ezen a pályán. Menjünk el ott a végéig. There's nothing more this way. De hát nem ott volt a vágó eszköz. Hát nem. Akkor kérjünk azoktól az emberkéktől vágó eszközt. Csuklok. Jó napot, jó napot! We need a place to stay. Találnunk kell egy helyet, nem tudsz egy helyet, ahol eltölthetjük az éjszakát? Hát nem túl barátságos! Kukánál nincs valami vágó eszköz. Már nincs ötletem. Semmi. Na, hát még elnézünk máshova akkor. Még oda szembe. Kávézóba. Hát előbb még nem engedett be a motelba, de most már lehet, hogy beenged mondjuk mióta megvan a ruhánk. Ez egy jó ötlet. De mondjuk ez a motel. Nem jó, ide nincsen pénzünk. Hát sehova nem enged jelenleg menni. Nézzünk körbe. Sehol nincsen citromsárga cucc, illetve ott még van a végén. Ott még van kettő hely, jogos. Azt még nem néztük. Look, the store is still open. Maybe we should go inside. Ó, meg vagyunk. At least you'll be out of the cold. Győzd meg a pénztáros, hogy segítsen. Can I help you? Segítség. I'm with a little girl and we have nowhere to go. Could you spare some money so we can get a room for tonight? Look, this is a convenience store, not the Salvation Army. I can't start handing out cash to every bum in the neighborhood. Oh, lopás a pénztárgépből. Nézzünk körbe. Igen, tényleg figyeljünk a spoilerekre. Még ha elakadok is, szólok, hogyha nagyon elakadok úgyis. Ott egy kamera. LB. Hogy volt, várjál. Aha. Azt egyelőre nem tudom kikapcsolni. Ó, itt vannak a törőeszközök. Eszköz a kerítéshez. Hát inkább ezt vigyem el, mint hogy ellopjam a másikat. Bűnözők lettünk. Viszünk csokit.
De vesz minket tuti amúgy a kamera. Most gondolkozom. Bűnöző lettünk. Hey, what the fuck are you doing? Put that back right now! Lebuktunk. Look, I'm sorry. Yeah, right. Just get the hell out of my store. Jó, legalább egy dolgot megszereztünk, az már jó. Nem mondtam, hogy példamutatóan játszom. It's okay, Alice. We're gonna find some place to sleep tonight. Viszont így már be tudunk menni oda. Amit fel kell vágni hely. Én is azért mondtam, hogy nekem ez inkább 16, mert attól, hogy vér van benne. Bár az is 18, de hogy annyian néznek horrorjátékot meg minden, hogy kb. Majdnem mindegy, hogy kiírjuk. De amúgy hivatalosan nyilván oda kell írni. De akkor vágjuk át. Miért nem vágod át? Meg lehet olyan kivitele egy-egy résznek, hogy tényleg nagyon durva, azt aláírom. Miért nem tudom átvágni ezt? Na most segíthet, aki megmondja nekem, hogy miért nem tudom átvágni, hogyha elloptam az átvágót. Azt nem raktam vissza. Már nem mutat jelet, hogy hogy vágja már. De hát megvan az átvágó cucc. Oda is megyek, és nem csinál semmit. Igen, átvágható. És mégse történik semmi. Nem vágom. Nincsen valami invertárunk? Hát pedig tudom, hogy elhoztam. Na például ebben most súghatok, hogy hogy kell átvágni. Mi az, hogy nyomjam újra? Tehát megpróbálok körbe menni, amennyire tudok, de ennyi a max, ameddig eljöhetek. Come on, let's go back. Nem akarom elhinni, hogy minden játékban ki kell lépni, meg vissza, mert bugok vannak. Biztos kilépjek? Tehát valakit megkérek, hogy nézzem már egy végigjátszás, vagy itt alapból fölajánlja azt, hogy elvág, mert nekem semmit nem ajánlott fel. Ja, lopjak újra? Jó. Csak már lehet, hogy oda nem fog elengedni, mert már azt írt, hogy a lopás nem sikerült. Nem fogok tudni bemenni. Azt sem tudom, hol volt. Nem fogok tudni bemenni, akkor most mi van? Game over? Vagy mit csinálja?
Jó, akkor ezt újra, azt hogy kell? De itt azt írja, hogy elloptam. Újra kell az egész pályát, ne csináljátok már. Hát olyan nem lehet, biztos, hogy csak egy rossz vége lesz, de olyan nem lehet, hogy kezd újra az egészet. Egyik játék sem volt eddig olyan. De sehol nincsen semmi, amire tudok klikkelni. Az a legnagyobb baj. Halifanni. Még ott van valami sárga, még azt megnézem. De előbb, mintha itt lett volna valami sárga, nem? Mosógépes embertől lop. Ja, itt be tudunk menni, semmi. Aludjunk egy elhagyott autóban, megoldom. Azért mondom, hogy biztos, hogy van olyan, hogy valamit tud csinálni. Megvan a megoldás, erre jutottunk, ez lesz. És ugye hogy megyünk be? It looks abandoned. Ja, így. Megvan a megoldás, így. Stand back, Alice. Állj hátrébb, bele ne repüljön a szilány. Azt takaríts fel, mielőtt beültök. It's dry inside, and nobody will find us here. Na, mászatok be. I don't want to sleep in there. Can't we find a better place? Nincsen. Elrontottuk. Nincsen. We're better off staying, Alice. The important thing is for us to be safe. And it's just for tonight. Csak ma éjszakáról van szó. Meg ezer vége lehet, úgyhogy. Más biztos a hotelbe aludt. Vagy ilyenek. Csak elültem a pokon. Hát romlott a kapcsolatunk vele, de hát legalább megmentettük. Why didn't he ever love me? Miért nem szerette engem soha senki? Why was he always miért volt rám so mindig annyira dühös? Eddig ő ez a, ez a karakter a kedvencem, mert vele aránylag jól haladunk. Maybe I did én csináltam rosszul valamit. Maybe it wasn't nem good voltam enough. Elég jó neki. That's why he talán was ezért always volt so angry. Mindig annyira mérges. I just wanted us szerettem to be volna family. Családban élni. Just azt szerettem volna, ha viszont szeret. Szegény! Why can we just miért be nem happy? Voltunk boldogok? Erre most mit mondjak neki? I don't know, Alice. Nem tudom, Alice. You'll never leave ugye me, nem right? Hadsz el soha. Promise you'll never go. Ígérd meg, hogy sose hadsz magamra. Megígérem. I promise. Will we be together együtt forever? Leszünk örökre. Ó, egyen meg. Forever. Meg kell nyugtatni ilyenkor szegényt, de nem fogom azt mondani, nem, elhagylak, csezd meg. Ennyi fájdalom meg minden után, nem mondhatok neki rosszat, ne vicceljetek. Egyértelmű, hogy meg kell nyugtatni. Hű.
vagyunk. November 6-a. Jön még egy rész. Ez még talán belefér. Restart. Mi ez a roncstelep? Diagnosztizálunk. Sérült elem palota. Igen. Energia felhasználású módban van hibás. Ez valami nagyon tönkretett droid lesz. Hiányzik. Bal és jobb láb. Azaz igen. Összes rendszer alacsony energia fogyasztású módban van. Igen, ezt már néztük. És mit van még tönkre menve ott? Sérült hangadatok. Olyan, mint hogyha a Terminátort néznénk, vagy a Predátort. Cseréld ki a lábakat. Na ez például már súrolja a horror filmeket. Úgyhogy aki nem bírja, az most ne nézzen ide. Működő láb kompatibilis. Eltávolítjuk a rossz lábat. Orvosi beavatkozás. Mondjuk hát olyan, mintha egy autót szétszerelnénk, csúnyán megfogalmazva egyébként. Bal lábat is megszerezzük. Sérült ez a láb, ez nem jó. Ez nem kell. Ez egy jó láb. Azért durva, hogy magát össze tudja szerelni. Le vagyok sokkóva. Szökés a roncstelepről. Jézus Mária. Mikor leszeket hanyagoljuk, köszönöm. Bocsi. Find Jellicle. Körülbelül másfél-két hét, hetente egyet tervezek körülbelül, úgyhogy felesleges kérdezgetni. Mivel csomó játék van a csatornán. És előre pedig nem tudom. Az a másik, ami miatt nem lehet. Na igen, ez már haj az egy horrorra. Bocsi. Meg ez undorító is. Ajaj.
lehetnek a halott droidok? Mi? És így kell cuccot keresnem? Hát alig látok. Inkompatibilis, akkor ez nem kell. Nem is látok. Tehát akkor random kell keresnem. Oké, random láva elsétált. Mi kell nekünk? Agy kell, nem? Ez is inkompatibilis. És ezek csak gépek, olyan, mintha autók lennének. Ezzel tartsuk fejbe, hogy jelenleg alkatrészeket látunk, akik tudnak gondolkozni. Szemet kell találnunk. Köszi, mert nem emlékeztem, mire van szükségünk. Akkor azért nem látunk. Cseréld ki a sérült részeket, jó. Kompatibilis, ez jó. Ez akármi, ez jó. Szeretném felvenni. De vedd már fel, könyörgöm. Előbb már megfogtad. Cserélünk valami alkatrészt, nyugi-nyugi. Semmi vész, ezek csak alkatrészek. Szívdobogásszerűen rezeg a kar. Aha, ez a szívét helyettesíti alkatrész. Hangprocesszor kell, meg szem. Hangprocesszor meg is van. Ú, de szar hangja van. Na most már hall. Érdekes a mondat. Hirtelen milyen hangos lett a környezet, mi? Akkor még szemet kell találni. Ez egy kicsit creepy valóban. Kiad nekem egy szemet.
Még egy szemre szükségem lenne. Éneklő android, igen. Fura volt. Ennek nincs szeme. Ennek sincs. Hát nem tudom, hogy kinél lesz szemgolyó. Mesélj nyugodtan. Az ott nem szem a földön? Nem. Nem tudom, hogy hol a szem. Ő lesz az. Ezek gépek, hangsúlyozom, srácok, nem kell félni. Ezek csak autóalkatrészből készített roboták. Elhallgattad, de azt hittem, kivesztük a szemet. Nem kaptunk szemgolyót, pedig már megörültem. De itt mit kell nézni? Ott bent lenne talán. Majd egyből felolvasom a végén, addig nyugodtan olvassátok el. Nem tudom, hogy hol van a szemgolyó. Ezekre se tudok ránézni. Próbálok mindent, hogy hol írja ki, hogy vizsgál. Persze, hát a legtöbb horrorfilm inkább vicces vagy ilyesmi. De azért miért éltem el, lassan nagykorú vagy? Azért az nagy különbség. Én is csak azért bírom jobban, mert sok horrorfilmet néztünk. Na végre megvan. Janával annó. Volt, hogy horror moziba is voltunk. Éjszaka aznak, volt feelingje. Jöjjön! Jumpscare. Ledőlt a szeméthalmaz. Na és most már fogunk látni a szem normálisan. Kék a szeme, a másik meg zöld. Már fel az emelkedőn. Most már azért nézzünk körbe, hogy van-e még itt valami eldugva. Nincs. Mehetünk. Megint a zenei hanghatás. Csillagos ötös.
Na, betápláljuk a memóriát. Most visszaemlékezünk, vagy micsoda? Ja, azt a nyomkövető cuccot, vagy mit leszedtük magunkról. Hogy ne lássák azt, hogy androidok vagyunk, de cseles. Így embernek fognak hinni. Mondom, mint a robotzsaru, olyan feelingem van. My name is Marcus. Marcus, igen. Ez tök jó volt. Ez nekem nagyon bejött. Viszont már új részben nem fogunk belekezdeni. Na, elolvasom, Mufi mit írtál. Szétszedik abban, mert kreálás után egy percnél rájövett az öntudatosságra, és mielőtt a fejét levették, könyörgött, hogy ne öljék meg, így visszakerült a piacra, összekeverték, és itt végezte. Aha. Ja, előtte volt ez, hogy tehát az éneklő android Kara PS3-as demo változatból végig lehetett nézni, hogy megalkották Karát. Itt megkérik, hogy énekeljen, teszteljen pár dolgot, másra is fogják kérni. Á, értem. Én nevetek a horrorfilmek pár részén, meg valamiért engem nehéz megijeszteni. Érthető volt. Van egy olyan, amikor az ember megnéz egy filmet, és közben nem fél, de amint elkezd gondolkozni rajta, utólag akkor kezd félni tőle, amikor közvetlenül találkozik a dologgal, akkor nem igen kék, a teme arca cupa derű. Őszintén szóval félek a horrorfilmektől, mondjuk egyet sem láttam még, de na. Nagyon jó volt a zene amúgy. És innen fogjuk folytatni. Innen fogjuk majd folytatni, nem ígérem, hogy egyből jövő héten, mert még nem tudom, hogy hogy lesz a munkabeosztás, meg minden, de még biztos vagyok benne, hogy ez a... Nem azt mondom, hogy úgy folytatjuk, mint a Life is Strange, hogy napról napra kb., de hogy azért igyekszek majd vele haladni. És akkor eddig jutottunk. Még megnézzük, hogy kinél kezdünk, és onnan fogjuk folytatni. Utána a komment szekcióban leírhatjátok, hogy hogy tetszett, stb. Aha, jó, vele fogjuk kezdeni. Nagyon szép területtel. És akkor, hogyha innen kimegyünk, főmenübe, de így reméljük mindent lementett, Connorral fogjuk folytatni, igen. CyberLife vállalat, amely engem tervezett felmérés készít a felhasználók között. Szeretne részt venni a felmérésben? Ezt még csináljuk meg! Great! Let's start! Elképzelhetőnek tartja, az emberi külsővel rendelkező androiddal lépjen pár kapcsolatba? Nem! Szerint veszélyt jelent a technológia az emberiségre? Hát, szerintem az ember is veszélyes lehet a másikra, szerintem is. Legyen, nem tudom. Ha egy lepatlan szigetre kéne menni, egy dolgot vihetne magával, mi lenne az? Egy könyv, mobiltelefon, toll, egy konzol, egy hangszer. Mobil, mert azon tudnám tartani a kapcsolatot a többiekkel, ha van térerő. Ön szerint kiszolgáltatott a technológiának? Teljes mértékben. Melyik technológiai újítást várja a legjobban? Androidok, repülőautók, űrturizmus, gondolatokkal vezérelhető eszközök. Hát egyértelmű, gondolatokkal vezérelhető eszközök. Van, hisz Istenben? Igen. Hozzájárulna, hogy android vigyázzon a gyerekeire? Hát annál, hogyha nem vigyázzál senki, vagy egy olyan ember neveli fel, vagy vigyázz rá, aki rossz értékrendet tanít neki, igen. Bárha meg meghibásodik, meg is ölheti, úgyhogy inkább nem tudom. Megítélése szerint naponta mennyi időt tölt elektronikus eszközök használatával? Nagyon sokat. Hát mondjuk attól függ, de végül is, mivel live-olok több órát, az már több mint 4 óra, úgyhogy több. Sürgősségi beavatkozásra lenne szüksége hozzájárulni, hogy műtített gép végezze el önön? Ha nincsen ember, akkor igen. Ha senki nem tud jönni, akkor igen.
Do you think one day machines could develop consciousness? Tudat, teljes mértékben biztos vagyok benne, hogy igen. Nézzük meg a válaszokat. 65%-a volt igen, az ön válasza nem. Igen, tehát 65-en szavaztak el arra, hogy párkapcsolatba lépnének. Veszélyt jelent az emberiségre 70%. Igen, majd írjátok le, hogy ti hogy gondoltátok. Legtöbben hangszert vinnének magukkal, és utána a mobiltelefon, majd a toll, könyv és egy konzol. Technológia függőnek tartják magukat 85%, 34% az androidokat, nem, a gondolatvezérlő 38% azt várják a legtöbben, nem hisznek Istenbe a legtöbben, akik játsszák, vagy legalábbis azt mondták. Gyerekeire vigyázhat 53%, 76%-a többet sejtettem, sürgősségi beavatkozás 76% engedné, és 68% szerint mehet. Köszönöm a tesztet is zárásnak. Jó éjszakát kívánok, kedves akárki. Nem enged kilépni. Nézd meg az önződöget. Tessék oda felmenni. Úgyhogy én köszönöm, hogy itt voltatok. Mongúftak át, jó pihenést. Nézzétek meg a metines videót, amit ma kitettem. Holnap metinezünk 4 órától, tartsatok velem. És hogyha valaki lemaradt egy részről, nézze vissza a live-ot. Jó éjszakát kívánok. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok.